Francsiával, hogy Büki Ernővel szinte 4 éven keresztül alig-alig volt verseny, amit itthon Magyarországon elveszítettünk volna, és az autónk is nagyon jó volt, Olaszországból kaptuk, béreltük. A támogatóink nagyon, nagyon profin kiszolgálták a csapatot, és tulajdonképpen azok voltak a mézes évek. Nagyon sokféle tanácsot tudott adni, legfontosabb az, hogy a kitartás és az akarat, de sajnos a betegség miatt ugye a pályákra nem tudott velem kijárni, így Ernővre hárult ez a feladat, de hát nem szenvedtem ebbe hiány, mert az Ernő is nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy tanulhatom tőle eleget. Minden versenyen szinte karcmentesen hosszú be a célba, és pont is szereztünk, úgyhogy nagyon jól sikerült a debütálás szerintem. 86-ban egy Audival nyertem abszolút bajnokságot, egy Renault Turbo előtt, és 87-ben pedig egy, ahogy már mondtam, a Fidesz Attila csapatban egy Audi Quattroval nyertünk bajnokságot Szabó Tamás M3-os BMW előtt. Úgyhogy így végül is 6-szoros magyar bajnok voltam, de közben mellette még valamikor 1980-ban, vagy 79-ben, azt hiszem 80-ban, olyan régen volt már, akkor még mint navigátor Szúhonyik Lacival is egy abszolút bajnoki címet sikerült begyűjtenünk, és ez volt az, amit a beszélgetésünk elején említettem, hogy hát én igazából a világ egyik legboldogabb emberének tartom, és tartottam magam, mert igazából a minden napjaim az a hobbimról szólt, tehát az autóversenyzésért dolgoztam minden nap, azért keltem, azért azzal feküdtem. Gyakorlatilag mint navigátor bajnok lehettem, mint pilóta bajnok lehettem, aztán majd a későbbiekben mint csapatvezető is 2-szer bajnok lehettem. És hát azt hiszem, hogy az embernek, amikor úgy tud eljutni mondjuk a csúcsra, ha a magyar bajnokságot hívjuk csúcsnak, hogy abban mondjuk 3 képen is meg tudja mutatni, hogy valamit jól csinált, akkor a számomra mondjuk egy mérce. Sajnos kimaradt egy év. Egy versenyt tudtam menni, a első osztályba át tudtunk ülni egy 1-4-es Felicia kitkárba. Úgy sikerült a kategóriát olyan rögtön megnyernünk egy aszfaltos versenyen. És utána sajnos még egy évet kihagytam szponzorok hiánya miatt. És most sikerült idén autóba ülni. Egy Suzuki Ignis-szel megyünk most. Nagyszerű az autó, a Suzuki csapat is nagyszerű. Nagyon megbízható autó, és ez a lényeg számunkra. És gyors is ráadásul. Nagyon jó indulatú autó, és már csak rajtunk múlik az egész dolog, nekünk kell beleszokni, megtanulni, és egyre gyorsabbak leszünk szerintem. Ahogy megszülettek a gyerekek, ők is eljártak autóversenyre, és tulajdonképpen ha csak valami olyan esemény nem történt, iskola, ne talán betegség, akkor ők mindig ott voltak minden versenyen, és hát ők szerves részei voltak az éppen aktuális csapatnak. Volt egy ilyen szomorú salgórali, amikor volt egy csúnya baleset, és általában a feleségemmel a verseny előtt nagyjából meg szoktuk beszélni, hogy körülbelül melyik pályákra mennek nézni. És akkor valamiért, nem tudom miért, nem tudtam, hogy hol vannak, csak azt tudtam, hogy van egy súlyos baleset a körgyorsaságin, és akkor mondjuk megjettem. De azért általában azzal mindig tisztában voltam, hogy mivel sokat beszéltünk otthon is, itthon is arról, hogy azért ez egy veszélyes üzem, ezért ők igazából mindig biztonságos helyen voltak, szóval ez miatt mondjuk nagyon nem kellett izgulnom, idegeskednem, de már önmagában az, hogy elmész egy autóversenyre, vagy eljön a családod egy autóversenyre, és ott van 70-100 ezer ember, az a 70-100 ezer ember az megy 30, nem tudom hány ezer autóval, szervizautóval, versenyautóval, minden felfokozott versenyhangulatban nézők, versenyzők, szerelők, már ez önmagában egy vészhelyzet, tehát nagyon körültekintően kell azért ezeket a dolgokat kezelni. Nem mindennapi béhad áll előtted, édesapád személyében, ez mennyire nyomaszt, vagy mennyire inspirál éppenséggel téged? Inspirál is, de igen, megpróbálnak sokan összehasonlítani, elég sokat, illetve többet elvárni tőlem. De szerintem ez még azért korai. Én negyed annyit nem tudok, sőt,
Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy arra szintre talán egyszer eljuthassak. Azt hiszem, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy mind a két gyerekem valamilyen formában versenyezze, sportoljon. A sport az rendszerre nevel, fegyelemre nevel, és célokat tűz ki, mert én azt hiszem, hogy a mai világban nagyon-nagyon sok veszélyük fenyegeti a gyerekeket. Diszkók, kábítószer, alkohol, mi egymás. Úgyhogy gondolom, ha jobban örülnék a sakkoznának, mert szerintem egy olcsóbb sport lehet, mint az autósport, de valamilyen sportban jó lenne, ha ő megtalálnák a számításukat. Szélsőséges esetben egyébként ez lehet még autósport is, csak sportoljanak valamit, mert akkor nem fognak elkallódni. Én szeretnék egy olyan csapatot, mint amiben például most is a Suzuki csapata. Szerintem egy fantasztikus csapat, és együttműködni hosszú távon, és csak így lehet eredményeket elérni. És azt hiszem rajta múlik, mert nagyon jó az autó, mint már mondtam. Beletanulunk, és szerintem egyre jobbak leszünk. Természetesen szeretnék, mindenki szeretni szerintem. Szeretnénk egyre nagyobb autóba ülni, előre jutni, de hát ez több év és fokozatosan szépen. Egy nagyon nehezen elviselhető, nagyon akaratos ember vagyok, és én szerintem ennek is köszönhetem a idézőjelbe téve a sikereimet. Aztán rengeteg olyan autóversenyzővel találkoztam, vagy sportolóval, akik szerintem 6-szor akkora tehetségek voltak, mint én. De vagy nem volt szerencséjük, vagy nem volt elég kitartásuk, vagy simán pehjük volt. Nem jutottak el bizonyos magasságokba. Ez egy nagyon összetett dolog, hogy a megfelelő pillanatban a legjobb helyen, a legjobb autóba kerülni, a legjobb ruhát fölvenni, a legjobb ajtón kell bekopogtatni, hogy neked az működjön. Nekem ebben szerencsém volt, de én szerintem munkás típus voltam. Akkor, amikor én mondjuk autóversenyző voltam, és mindent magam intéztem, és mégis egy héten szakítottam kétszer arra időt, hogy 70 kilométer menjek mondtam már egy biciklivel, mert tudtam azt, hogy bár ez nekem nem ízlik, de egy hónap múlva nyáron a 26 kilométeres lőtére, 40 fokba, Veszprémbe, hú, de nagy szükségem lesz erre, hogy én most fit legyek. Mert nem akartam mountain bike magyar bajnok lenni, de ez az autósporthoz úgy gondoltam én akkor, hogy kell. Na most, amikor én megtaláltam ezt a versenyszőintől megkövetelni, akkor a Büki Ernő értetlenül nézett rám, hogy én mit akarok, mert hát ugye ez elképzelhetetlen, hogy Ernő egy mountain bike biciklire felüljön, illetve egyszer megpróbáltam, de 500 méter után leszállt, és azt mondta, hogy na felejtsd el, hát engem tőle az eszemére kell, hogy használjam. Tanulok, és úgymond az iskolapadból rohangálok a versenyekre. Ezt nem egyszerű összehozni, de ez a legkevesebb, tehát a rally az első. Leggyönyörűbb pillanata szerintem a csapat hangulata, amikor készülünk egy-egy versenyre, és megszervezzük, lebonyítjuk. Ez a legjobb rész az egésznek szerintem. Mindig nagyon szomorúan távozunk el a versenyekről. A legrosszabb része ugye azok a hibázások, de hát ezeket kár lenne kiemelni, mert van belőle elég. Nem is baj, azt mondják, hogy aki még nem hibázott, az még nem tud saját határait.